Szép jó napot kívánok! Ez itt a PF1-el Liga 18. szezonjának az első futama. Sajnálatos módon az este kisebb problémáink voltak, effektíve lelökött a szerver, ezért felvételről vagyunk kénytelenek, vagyok kénytelen újra csinálni az egész futamot. De hát se baj! Na, hát a rajtrácsa következő. Kassab Balázs az első helyen, Bőröck Márk a második, Raffai Ádám a harmadik, Norbert Bagi a negyedik, Hevesi Gábor az ötödik, Tóth Miklós a hatodik, Horváth Ádám a hetedik, László Falviricsi a nyolcadik, Márton Farkas a kilencedik, közben a srácok elindultak a felvezetőre, Csáki László a tizedik, Richard német Richard a tizenegyedik, Tóth Richard a tizenkettedik, Csete János a tizenharmadik, Lovas Szabolcs a tizennegyedik, Mereg Attila a tizenötödik, Varga Soma a tizenhatodik, Durai Péter a tizenhetedik, a Durai Péter a 17., Várhegyi Bence a 18., Palcsák Attila a 19., aki a boxból indul, Tepi ugyancsak úgy néz ki, hogy a boxból indul, és jó magam, illetve 22. helyen Cséplő Máté, és még egy emberke belőlem, illetve Kalocsai Dávid a 24., ő nem tudom, ő azt hiszem el se indult. Tehát akkor Kassab van per pillanat a képen, ő az első. Lassan felírnek a srácok. Még nem mondtam volna, Bahreinbe vagyunk, este van, tehát ugye esti futam, és az IMT 2013-as módjával R-faktor 1. Lassan a srácok felállnak a rajtrácsra. Így van, mindenki föl a rajtrácsra, ott hátul még egy kis tökölődés. Kigyulladnak a piros lámpák. Elalszanak és elkezdődik a rajt. Kassab Balázs egyből vissza is esik. Ott hátul egy kis csetepaté. Mi történik? Ja nem, Kassab Balázs megtartott az első helyét, de kicsúszik. Őt követi Tóth Miklós, aki határozott mozdulatokkal próbálja előzni. És sikerült is, meg is előzte. Úgyhogy Kassab Balázs visszaesett a második helyre, de viszont őket Bőröck Márk követi a harmadik helyen a Renault-val. Közben ott hátul is Ádász csatadul Hevesi Gábor, illetve Bagi Norbert között. Lássuk, mi történik. De a legfontosabb, menjünk Kassab Balázsra. Vissza tudja venni az első helyet. Közben hátul egy kis csetepaté volt.
Hát Hevesit konkrétan Bagi Norbert tolja le, és ki volt? Böröszkmár. Böröszkmár kibázott és visszaesett 12. helyre, sőt 14. helyre esett vissza. 15. Úgyhogy, hát igen, nem igazán indul neki szuperül ez az évadnyitó. De hát ez azt jelenti, hogy akkor rengeteg előzést fogunk látni részéről. Beállt a szélárnyékba. És féktávonlások megelőzi. Mereg Attilát, megelek kis kocs, erőszakosan oda tesz, és újból megpördül. Hát... Böröszkmártnak tényleg nem indul valami fantasztikusan ez az évadnyitó. De megkapta Rafait a nyakába, csak úgy érezze a törődést. Igen, ezek a színváltogatós csíkok, a gumin, ezek nem effektek. Sajnos a visszajátszásból ilyen a gumi. Úgyhogy nem kell megijedni. Élőben nagyon szépen kirajzolódott, hogy ki mivel indult. Most itt ilyen lottósorsolásos talált ki, hogy mivel megyek. Stílus. Közben már megelőzte Tóth Richárdot. És Tóth Richárdot azonnal Rafa is meg fogja előzni. Így is van. Megelőzte, szépen elment mellette. Közben már megint szélárnyékot próbál lopni. Attilától újból nekiesik, újból megpróbálja Attila itt elroncsa. Hát drága rúszám. Ups. És amikor visszajött a pályára, majdnem kiütötte Márkot. Hála Istennek nem ütköztek össze. Na, de hogy nem mondjátok azt, hogy csak egy oldalról az egész és a nagyfőnököt mutatom, ezért menjünk előrébb. Ugye 12. helyen nem más, mint Csépő Mátét láthatjuk. Azt a Mátét, aki pekhes volt a tegnapi futamba, illetve a szombati futamon a DTM-be, mivel félrehúzott a felvezetőnél, igen, felvezető körben félrehúzott a kormánya, effektíve, ahogy elmondta ő, kikapcsolt a kormány, és újra kezdett kalibrálni. Hát ez egy furcsa dolog. Közben Márk megelőzte Mátét is, úgyhogy Márk egyre előrébb is előrébb jut. De térjünk vissza Mátéra, tehát ugye újra kalibrált neki a kormánya, elég szépen összetörte az autót, hát ennek az eredménye az volt, hogy a harmadik helyről közvetlenül a rajt után nagyon-nagyon visszaesett, az valahol egész hátul található volt meg. Hú, ezt jól úgy megmondtam. Na, közben Mátét zaklatja csapattársa Rafai Ádám. Úgy látszik, hogy elég rövid volt ez a 13. hely neki. Ádám meg is előzte, de Máté nem hagyja magát és megpróbálja visszaelőzni, ami hát nem jött össze. Akkor menjünk még előrébb, a képen Durai Pétert láthatjuk, a Williams-el. Őt ismerhetitek az MML ligából. Úgy néz ki, hogy elég sokan az MML-ből átvándoroltak ide, és közben, ha jól láttam, Böröszt már újból hibázott. Ezúttal a 16. helyre csúszott vissza. Igen, menjünk tovább, inkább nem mondok semmit, nehogy megsértődjön. De hát vannak ilyen napok. Tudjátok, a nehéz napok. Hát ő megcsúszik mindig. Ja, akkor Márk után újból
Trihárdot a 15. helyen láthatjuk, a Mereg Attilát a 14. helyen, Csépő Mártit a 13. Rafai Ádám a 12. és ha jól látom, Dulai Pétert zaklatja elég szépen, illetve ott elől is van László Falvi és Lovas Szabolcs. Igen, annak idején a két név, két nevet kicsit összekütyültük, illetve Istvánka kütyülte össze, és László Falvi helyett Lovas Falvi volt. De hát itt láthatjuk most a két név nevet külön-külön. Aki ismeri a történetet, az igen. Közben Raffai nevető harmadiként úgy néz ki, hogy meg is előzi a srácokat. Sőt, hármat előzött egyszerre, mivel... Hol vagy? Tehát Ricsit is megelőzte, Durait is megelőzte, Lovas Szabolcsot is megelőzte, úgyhogy Ádám jön fel egyre jobban. Már a 9. helyen van. És közben ott hátul egy bója elkezdett átszolni, de hát ez van, jó kedvű bója. Nézzünk hátrébb, mert itten Durai és Ricsi nagyon csetepatéznak. Oda-vissza előzgetik egymást. Igen, Ricsi el is hagyta a pályát, nagyon picit. Mondjuk ez nem tett jót a tapadásnak. És nézzük, ott hátul újból neki leselkedik már az előzésnek. Tóth Richárdot próbálja megelőzni. Na, befér és be tudta tenni. Szépen meg is előzte. Úgyhogy következhetnek a további áldozatok. Ő előtte Mereg Attila, oppá, levágta a pályát, hát ez nem volt szép, illetve Cséplő Máté van. De már úgy néz ki, hogy meg fogja előzni Attilát. Újból neki leselkedik. Ugye tudjuk, hogy kétszer megpróbálta, és mind a kétszer az lett a vége, hogy megpördült. Ezúttal nem bízza véletlenre, egy kis kocz hátulról nem jött össze. Na lássuk. És megvan, megelőzte. Jézusom. És leterelte a pályáról. Cséplőt is megelőzte, hát igen, szerintem Márknak elmettek otthonról, elgurult a gyógyszere. Na nézzünk előrébb, Durai elvtárs a 11. helyen van per pillanat, Lovas Szabolcs a 10. helyen, László Csáki László a 9. helyen, Raffai Ádám a feljött a 8. helyre, és Németh Richárd, illetve Farkas Márton viadalát láthatjuk most per pillanat. Lássuk, Németh megelőzi Farkas. Meg vagy sem? Ez itt a kérdés. Hát a szőke szűzlánytól válasz, meg hát. És nem lesz itt előzés, úgy néz ki. A lényeg 7. körben vagyunk a... Hát 37 körös a futam. Ennyit elárulhatok. Úgyhogy még van 30 körünk hátra. Hú, ezt kiszámoltam. Na, és Németh megelőzte Farkas Mártont. Megcsúszott.
lássuk, hogy Márton meg tudja, vissza tudja előzni. Na majd itt végtávon, és vissza is előzi. Visszaelőzte. Lássuk, kigyorsításnál úgy néz ki, hogy Németh gyorsabb. Fej-fej mellett mennek. Na és Márton vagy Richard? Márton vagy Richard? Hát igen, ez volt a legnagyobb probléma. Sajnos Richard egy kicsit megkocolt a hátulról. Gyorsabban vette be a kanyar, de megvárja, úgyhogy bevárja Mártont, és újból kezdődhet a csetepaté. És közben szerintem nézzünk előre, hogy még előre ki van. Ugye Farkas Márton, mint mondottam, volt 7. helyen van, Raffai már feljött a 6. helyre, közben ott volt a táncoló bójánk. Várhegyi Bence az 5., és ő előtte Hevesi Gábor hevesen siet előre a 4. helyen. Közben Bagi Norbert a 3., és Kaszab Balázs a 2., és nem utolsó sorban Tóth Miklós az 1., méghozzá kijön a boxba, igaz nem ő az, aki először jön ki a boxba, mert még előtte volt valaki. Bagi Norbert is kijött a boxba, gyors kerékcsere. Tóth Miklós be is fejezte, 4. helyen, 4. helyre esett vissza. Lássuk, Bagi Norbert is befejezte, ő még egyenlőre 5., 6., talán még hátrébb esik. Lássuk, így van, 8. helyre visszaesett. Forgalomba jön vissza, ami nem a legjobb. És akkor újból láthatjuk Németh Richard, illetve Farkas Márton viadalát, ezúttal Richardnak a zsombordjából. Hoppá, gyönyörű előzés, Bagi Norbert megelőzte Németh Richardot. Na nézzük, ahogy Norbert megelőzi Farkas Márton. Igen, hát próbálta feltartani, de nem jött össze neki. Viszont Németh közelebb furakodott egy nagyon picivel, és talán a következő kanyarban megpróbálja megelőzni Mártont. Lássuk. Igen, itt a kigyorsítás talán, és a szélárnyék mennyire fog működni, lássuk, sikerül-e neki. Igen, hát szélárnyékból szépen kijött, ha eléggé zárja az ívet, akkor meg tudja tartani, és zárta az ívet, meg tudta tartani. Hát Farkas Márton visszaesett a 8. helyre, úgyhogy ez van. De ahogy látom, nem adja fel, úgyhogy lesz ennek még következménye. Nézzünk egy kicsit körül, ugye 10. körben vagyunk, van még 27 kör vissza. Cséplő Máté a 9. helyen, hoppá! Egy kicsit széles volt, és őt Dulai Péter követi.
Hát igen, nem hogy csíplő rám menne Dulaira, de megkapta nyakára Tóth Richárdot, aki most szélesített, illetve Richárd megkapta ugyancsak Richárd nevezetű emberkéjét, akit László Falvi Ricsinek hívnak. Lovasfal, jó van. Hát akkor ezt a futamot István barátomnak ajánlom. Illetve nem létező Lovasfalvinak. De hát Ricsikém, sajnos ez van. Mindig az jut a szembe rólad. Na mindegy. De akkor nézzük hátrébb. Tóth Ricsi. Richárd, bocsánat. És itt van a ominózus emberkénk. Lovas Szabolcs. Aki nem László Falvi, nem Lovas Falvi. És Böröc Márkot láthatjuk, aki a 13. helyen próbál előre vánszorogni. Még a tegnapi futamon, ugye ott élőbe tudtuk figyelni egy ideig, annyit el kell árulni róla, hogy ő a kemény gumival rajtolt, és szerintem annak köszönhető is ez a sok hibázás, ugye nehezebben melegszik tőle a gumi. A 15. helyen Tepit láthatjuk, Teplán Gábort. 16. helyen Druszámat, Mereg Attillát. 17. helyen Csaki Lászlót, vagy Csáki László. És úgy látszik, hogy van kiesőnk, 18. helyen Varga Soma, Palcsák Attila 19. hely, Csete János 20. Horváth Ádám 21, én nem vagyok kiesve, és 2 darab van belőlem, ezért is sajnos ledobott a szerdán, és pont a rossz Attillát, illetve Enix szívést tartotta fönn. Kalocsai Dávid, elnézést. Úgyhogy ők a kiesők, és itt nem mást, mint Tóth Miklós láthatjuk, aki vezeti a futamot. Még 24 körünk van hátra, nézzünk egy kicsit hátrébb, hát ha találunk valami csatát. És egy kis szó viccel élve, ha már elvesztettük csetét, akkor keresünk egy kis csatát. És aki keres, talál, találtam is, Csépő Mátét, illetve Raffai Ádámot, akik legközelebb vannak egymáshoz, de Böröc Márk és Csépő vannak per pillanat legközelebb. Úgy néz ki, hogy Márk simán elmegy, hoppá, Csépő előtt. Ugye, mint ezt már mondottam, hogy volt, ez az IMT 2013-as módja, ez még az a korszak, amikor volt KERC és DRS. Én úgy tudom, hogy használják is,
de legkésőbb jövő hétre megpróbálok Márkkal, illetve valamelyik vezetővel egy interjút csinálni, hogy próbálja elmesélni konkrétan a módot, illetve hogy miket tudnak benne használni, miket nem. Na hát, hogy izgalmasabb legyen egy kicsit, nézzük már Márkot, hogy előzi meg Rafait onboardból. Ez egy szép előzés volt. Igen, láthattuk, hogy Mark azért kicsivel gyorsabb volt, mint Ádám. De Ádám nem adja fel. Úgyhogy szerintem elhasználja Kerszét arra, hogy megpróbáljon felzárkózni Markra. Nézzük akkor Ádám szemszögéből. Nem kell megijedni, csak egy kisebb lak volt. Nem tűnt el már. Azért most mondjátok meg, nem gyönyörű ez a két csík a gumi oldalán, mindenféle szín, sárga, fehér, kék, zöld, minden van benne. Na jó, zöld a szem nincs. Rafael egyre közelebb van, de nem vagyok benne biztos, hogy meg fogja tudni előzni Markot, ha csak nem hibázik újból. Hatalmas füstölős fékezés. Nézzünk előrébb, mi történik elől. Igen, majd itt hátrafele megyek. Igen, akkor menjünk teljesen előre, és akkor onnan kezdjük. Ugye az első helyen Tóth Miklós láthatjuk, és úgy néz ki, hogy valakit most le is fog körözni. Attilát is, ahogy láttam, neki is ment. Hát nem a legjobb, ami történt. És Kaszab Balázs is mindjárt elmegy Attila mellett.
És mint láthattátok, ott elől harcon Attila és Ricsi között. Szépen elengedte Ricsi, lássuk Attila elengedje. Hát én nem tudom mit mondjak erre. Ez nem volt egy fair elengedés. Attila szerintem még tanulhatod, hogy hogy kell elengedni valakit, aki le akar körözni. De azért... Áááááj, apám, ez mi volt, hallod? És kiütötte a lekörözött, kiütötte. És... Kassza Balázs megkördült, úgyhogy gondolom kicsit mérges lett. Hát ennek vesz-vesz szaga lesz. Szerintem lesznek óvások dögivel. Vagy ha Balázs tudja, hogy hol lakik Attila, akkor egyszerűen elmegy hozzá és jó megveri. Egyszerű. És akkor nem lesz büntetés. Hát igen, továbbá van nekünk itten, mint már mondtam, kiesünk. Kalucsai Dávid, Horváth Ádám, Csete János, Palcsák Attila, Varga Soma, ők a kiesők, és hátul Csáki László, 17. helyen van, Tóth Richard a 16. helyen, akinek valami problémája lehet, vagy csak simán elengedte a lekörözőt. Durai Péter, hát igen, kezdik a lekörözéseket. Tehát Durai Péter a 14. helyen, Mereg vagy Méreg Attila a 13. helyen. Ha nem úgy ejtem a nevedet, Attila, hogy kéne, elnézést, nem tudom, hogy Mereg vagy Méreg vagy Merég, vagy nem tudom, Attila maradsz és kész, hát azért ennyire nem kéne vágni a pályát. Tudom, gyors az autó is, nem bírod kordában tartani, semmi probléma, majd megoldjuk. László Falvi Ricsi a 12. és nem más, mint Lovar Szabolcsó zaklatja. Hát igen, és meg is előzte. Úgyhogy ezúttal feljut a 11. helyre. Csíprű Máté a 10. Németh Richard a 9. és Bőrösz Márk a 8. Hát szépen lassan arra szól fölfele Márk. Igaz, hogy elég távol van még a dobogótól, de hát ami késik, nem múlik. Ha ezen a futamon nem, akkor talán a jövő heti futamon láthatjuk dobogó közelébe, vagy akár rajta. Vagy akár miért ne, akár meg is nyerhetni a következő futamot. És per pillanat Farkas Márkot láthatjuk, Márk, elnézést, Farkas Mártont láthatjuk a 7. helyen. Ő előtte Rafai Ádám, 6. helyen. Várhegyi Bence az 5. helyen. És akkor itt egy kis tumultus, Hevesi Gábor, illetve Bagi Norbert. És őket követi Teplán Gábor, viszont Tepi, opá, majdnem eltalálta Hevesit, viszont Tepi itt már le van körözve, sajnálatos módon. De szerintem is belekeveredett valamiben, mert tudja tartani a srácokkal az iramot, úgyhogy
valamit lehet, hogy elhibázott, és azért esett ennyire hátra. De megesik. Közben azt kell mondjam, hogy 20. Körben, illetve 20 kör van még hátra. Nem, 20. körben járunk, bocsánat. 17 kör van még hátra. Hát körülbelül ez az a szakasz, amikor ugye a live-unk megszakadt. Úgyhogy innen már minden friss. Ugye megszakadt a live, ledobott a szerver, lefagyott a játék, minden ami lehetséges. Egy azon percben megtörtént. Erre még megoldást kell keresni egész jövő hétig. Remélem, hogy nem lesz ilyen probléma. Hát ha lesz, akkor újból felvételről lesz leadva a PF1-el. Igaz, ha élőben megy, akkor sokkal szebb a kép. Nem az autóké, hanem maga a pluginban is láthatjátok, hogy ki, hol van, milyen időket ment, stb. Mondjuk itt is láthatjátok, a jobb alsó sarokban ugye nevet láthatjátok, hogy kb. Hanyadik másodpercben tart a pályán, illetve ugye mi volt az aktuális leggyorsabb köre. Most Hevesi Gábornál 1.38.459-es volt az aktuális leggyorsabb köre. Közben ott hátul nagy hatalmas tumultus. Bagi próbálja a srácokat lekörözni. Jó, hátul. Így mutatom, hogy lássátok, hogy mi történt. És valaki jött a boxba. Nem Dulai. Papi a második, Várthegyi Bence a harmadik, Kaszab Balázs visszaesett a negyedik helyre, és Hevesi Gábor a hatodik helyen volt a boxban, és vissza is jön a hatodik helyre. Ők, ha jól emlékszem, a harmadik vagy a negyedik volt, úgyhogy elég szépen visszaesett, de még a többiek még eljöjjenek a boxba. Úgy néz ki, hogy itt egy kicsit szétesett a banda. Széthúzódtak, szétlódtak. Nem nagyon láttunk per pillanat sehol semmi csatát. Egyedül itten Dulai és... Nem, csak Dulai. Hátta mögött valaki le fogja körözni. Nézzük. És... Bence. Igen, Várhegyi Bence körözte le Dulai Pétert, és Dulai hátán megint valami van. Semmi nincs. És Kaszab most körözi le Tóth Rihárdot. Szépen elengedte. Meleg Attila. Lovas Szabolcs. Közben ezek a kisebb akadások, ezek annak köszönhetőek, hogy megnyomom a mikrofonok a gombját, és sajnos ezt még nem tudom, hogy kéne küszöbölni. Ezért ritka az, amikor én kommentálok. És itt egy szép előzést láthattunk.
Tepi megelőzte Lovas Szabolcsot. Igen, hát Tepi egy akkora nagy arc, hogy nem fér ki még a neve se a pluginra, úgyhogy Tepikén vegyél vissza egy kicsit. Jobb, és ott hátul történik valami. Nem történik, csak simán lekörözi. Viszont Rafa és hevesen küzdenek egymással, próbáljuk oda menni. Hú vagy, nem itt vagy, te se az vagy, te sem az vagy. Hevesi, Rafai, na nézzünk egy kis onboardot. Ha jól látom, itt egy lekörözés fogunk azonnal látni. Attila ezúttal szépen kihúzódott, lement a pályáról, biztosan biztos. Közben Hevesi Gábor nagyon elhúzott. Jaj, ezt majdnem eltalálta. Ki van ott elől? Tepi. Hát... Gabika majdnem ki torpedózta a duszáját. Közben van egy vándorbotunk, ott láthattuk hátul. Jól látom, ott elől dúl egy áldászharc, Kaszab, illetve Várhegyi között. Így is van, a második helyért dúl a harc. És jelentem, 25. körben vagyunk. És egy szép előzést láthattunk, Kaszab megelőzte Várhegyit. Jó, igen. És még 11 körünk van hátra a futamból. Hát voltak azért itten előzések, elég szép száma. És láss csodát, Bölöszk már fel tudott zárkózni a 6. helyre. Ups, egy lekörözést láthattunk. Nem tudom, kit körözött le. Hát, ha benne lesz a képben. 5. Attillát köröztene. Hát szegény druszámat nagyon lekörözi mindenki máma. Illetve tegnap. Igen, tegnap. Ő ezt a futamot ma
hétfőn veszem fel, ezért a tegnap körözték le Attilát. Súlyból egy lekörözést láthatunk. Börözk Mark Tóth Rihárdot körözte le. És ez a 27. kör, hivatalosan még 10 körünk van. Úgyhogy Marknak még 10 köre van arra, hogy felzárkózzon a dobogóra, ami hát elég nehéz dolog, mivel Bagi Norbert, lássuk, Börös Mark ment most egy 1.36-649-et, az előtte lévő Bagi Norbert 1.32-660-at ment, lényegesen gyorsabb kör volt. De lehet, hogy boxban volt már. Illetve Hevesi Gábor 1.32.751-et ment. Várhegyi Bence 1.38.275, most vagy hibázott, vagy boxban volt. Előtte második helyen Kaszab Balázs, aki 1.33, igen, és most jöttek át a cél egyenesen, illetve rajt. Jó, cél egyenes. Maradjunk annyiban. Szóval Kaszab Balázs 1.33.569, Tóth Miklós, szerintem az övé per pillanat a leggyorsabb kör, 1.31.885, és akkor menjünk vissza, ezt már mondottam, Hevesi Gábor 1.33.453, Várhegyi Bence most jött ki a boxba, ezért az ő ideje csak 1.54.504, Böröck Márk is most jött ki a boxba, ő ide 1.53.254, hát igen, itt csak gumicsele volt. Hetedik helyen Rafai Ádám 1.32.317, és lássuk, hogy megelőzi-e, hát igen, meg is előzte probléma nélkül Böröck Márkot, viszont Böröck Márk hátán ott van Farkas Márton. Igen, Mártonnak melegek a gumik, de Márknak meg hidegek még, viszont újak. És 9 körünk van még hátra. Nem hinném, hogy ebből előzés lesz, mivel ugye Marknál van a gumi előny. Sőt, ezt lehet is szépen látni, hogy nyúlik el. Elég szépen nyúlik el, úgyhogy ebből nem lesz csete, se paté. Ízünk hátterébe azt mondja, hogy Németh Rihárd, illetve Cséplő Máté talán. Na, egyelőre úgy néz ki, hogy ők vannak a legközelebb. De nem tudom ki, hogy van vele, de mondjuk engemet nagyon zavar ez a sötét pálya. Mondjuk, hogyha engem zavar, akkor nem tudom, hogy a srácokat mennyire zavarja. Mondjuk utak közben izgalmas lehet egy sötét pályán menni. Volt már rá precedens, nem egy versenyen, ugye, hol indultam és frankó besötétedett a pálya. Még annó NXGP-be, illetve Kovács Norbert ligájában is volt.
Szerintem azok voltak a legizgalmasabb részek, amikor már annyira sötét volt, hogy már szinte zavaró volt, de igen, olyankor lehetett előzni. Tehát aki nagyon gyors volt, olyankor ugye nem teljesen látta a pályát, és akkor sokat hibáztak. A gyors emberkék is olyankor szépen le lehetett egyenként vadászni őket. De térjünk vissza a PF1 ligához. Fertőn a Csíplő Mátét láthatjuk. Elnézést. Tehát Csíplő Mátét láthatjuk, ahogy Német Rihárdot próbálja megelőzni. Hangsúlyozom, csak próbálja, mert annyira még nincs közel hozzá. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ez az előzés ez el fog maradni, mivel Máté előtt Richard eléggé elhúzott, úgyhogy nyúlik el, mint a rágógumi. Nézzük itt hátul László Pavlovics, 11. helyen, és Tepi környékén megint történik valami. Igen, Bölöszk Mártól kapott egy kört, illetve hoppá, Tóth Rihárddal fog összeakaszkodni. Illetve reméljük, hogy nem összeakaszkodni, hanem csak oda-vissza előzés fogunk látni. Úgyhogy hajrá, Ricsi. Bár nem azért, hogy Ricsinek drukkolok, vagy bárkinek drukkolnék, csak már úgy látnék egy izgalmas előzést, egy oda-vissza előzést. Közben hallhattuk, hogy Ricsinek leszavázott a motorja az egyenesbe, illetve a váltója. Hát így egymás közt, túl se nézésen ki, jól vicceltem, így egymás közt elég hülye hangjuk van ezeknek az autóknak. Az is igaz, hogy a 14-es módokról arrafele kezdtek megjönni a hangok. Úgy értve, hogy kezdtek megjönni a hangok, olyan enyhén basszusos hangjuk volt, illetve volt 15-ös mód, aminek elég szép hangja volt. Ha jól emlékszem, WCP, vagy valami hasonló mód volt. És itt egy lekörözés lesz, így is van, nem fogját, de nem, azt hittem, hogy Bölöck, de nem Bölöck volt, hanem csak Farkas Vaut. És Tóth Richard jön a boxba, úgy tűnik, hogy ez már az utolsó box kiállása, mivel 31. körben vagyunk, úgyhogy körülbelül még 6 körünk van a végéig. És Ricsi szépen esik vissza. 14. hely. Ops, ott nem tudom, mi történik. Javítanak is. 15. hely. Igen, ez nagy talány, hogy tankolnak-e vagy sem. De, mint már mondottam, ezt meg fogom kérdezni. Illetve megpróbálok a jövő héten Bölöck Márkkal is csinálni egy interjút, hogy pár szóban tudja majd elmondani konkrétan, hogy most mi van, meg hogy van, meg mit van.
Viszont én úgy emlékszem, hogy ők csinálnak minden futam után egy interjút, úgyhogy majd a videó alá be fogom linkelni, ha minden jó megy, akkor ott lehet, hogy fognak válaszolni ezekre a kérdésekre. Na, de nézzük, hogy mi történik. Oppá, itt mi történik. Mereg Attila. És... ki az ott hátul? Nem látom a nevét. Valakivel összeakaszkodott megint, vagy feltartja. Most ez cséplő lehet, de nem cséplő. Nem látom a bevaj. De cséplő volt. Hát Attila még azért a lekörözéseket azokat be kéne gyakorolni, mert elengedésből egyes. Csáki Lászlót láthatjuk 17. helyen, hát ő szépen elengedte a lekörözőt. Igen, csak kiesettek. És akkor visszatértünk az első helyre, Tóth Miklósra, aki töretlenül halad előre, szinte majdnem rajtcél győzelem, ugye, mivel az első körben megelőzte, hol vagy Kassab Balázst, ugye, ha jól emlékszünk, akkor Kassab Balázs volt a polban. Harmadik helyen Bagi Norbert, őt nem igazán emlékszem, hogy hanyadik helyen volt, de nem a harmadik helyen, azt én úgy emlékszem, hogy valahol hátré volt, de ha nem, akkor elnézést, de nem a harmadik helyen volt, mindegy. Negyedik helyen Várhegyi Bencét láthatjuk, ötödik helyen Rafai Ádámot, Hevesi Gábor a hatodik, Börönszk Márka 7. Hát Márka kiállása után visszaesett egyel, de ami késik nem múlik, mert ha jól látom, Hevesi van ott elől. Előtte. Nézzük a kis pipával, meg tudjuk nézni, így is van. Illetve Hevesi ez elég közel van Rafai Ádám, úgyhogy lehet ez egy hármas előzés is akár. Ó, egy kis lag volt. Talán menjünk át Hevesének az autójára. Lássunk egy előzés, aztán ha már elég közel jön, akkor majd átváltunk Márkra. Hát most Hevesi közele van Rafaihoz, mint Bőröck Hevesihez. Úgyhogy talán itt lehet valami. Rafai kicsit elfékezte, illetve füstölősre fékezte a gumit. 35. körben járunk, még 2 darab körünk van hátra. Hopp, és Gabi nagyon is ott van a nyomában Ádámnak. Az előbb majdnem kiütötte, de hála Istennek jól tudott fékezés itt keresztbe. Ki volt keresztbe már megint? Ijjjjj. Na, mire megtalálom, hogy ki volt keresztbe. Igen, Attila, hát... no comment. És mint láthatjuk, szegény... hol vagy?
Adam Pölcsmág is szegény Hevesi visszaesett. Pedig jó csata lehetett volna. Viszont nem maradunk le a csatáról, mert Bőröszk már Graffainak a nyakán lieg. Úgyhogy itt biztos lesz egy előzés. Ájjájjájjáj, megint egy lekörözött. Csák, kihúzódjál lefele most már. És már kihasználjak. Jobban tudod kijósítani, mint Rafai. Lássuk, megelőze vagy sem. Szónékülot adja. Így van. Igen, hát szegény Rafai a lekörözött miatt be kellett lassíts, hogy ne menjen neki. Így kisebb sunggal tudott átvenni azon a kanyar kombináción. És ezt kihasználta Bölöcs Márk, és szépen elment mellette. Viszont lehet, hogy ennek nem lesz... nem. Azt akartam mondani, hogy hátul Hevesi közel van, de annyira nincs közel, talán. De Hevesi egyre közelebb van, úgyhogy lehet, hogy láthatunk az utolsó körre egy előzést. Viszont előre kéne menni, mert ez már az utolsó kör, úgyhogy a tiszteletkört Tóth Miklóssal láthatjuk. Tiszteletkört. Hát az utolsó kört volt a kép. Akkor nézzünk kombordból. És még egy utolsó alázás, Tóth Miklós lekörözte Gulai Pétert. És hölgyeim és uraim, azt kell mondjam, hogy Tóth Miklós lett az első, második helyen Kaszab Balázs, harmadik helyen Bagi Norbert, negyedik helyen Várhegyi Bence, ötödik helyen Bölöck Márk, még nem írt be, és hatodik helyen Áldász Csatadul, Raffai Ádám és Hevesi Gábor között, egy kis kocot is láthatunk, Hevesi megpróbálja a Raffait megelőzni, és nem sikerült, úgyhogy maradtak így. Farkas Márton a nyolcadik helyen. Lássuk, igen, most ír be. Elméletileg. Németh Richárd már a boxba. Cséplő Máté tizedik helyen. Ugyancsak, hát összetört az autót. Tizenegyedik helyen László Falvi Ricsi. Tizenkettedik helyen Teflán Gábor. Illetve Durai, sejtette. Igen, Durai már beért. Úgyhogy ők már csak itten hűlnek. Igen, 13. Durai, Péter, Lovas, Szabolcs a 14. Tóth Richárd a 15. Csáki László a 16. Mereg Attila a 17. Hát Soma, Varga Soma ugye kiesett 18. Palcsák Attila 19. szintén kiesett. Csete János szintén kiesett 20. Horváth Ádám szinten kiesett 21. És Kalocsai Dávid 24. Hát ő el se indult. Ez volt a PF1-jel bahreini futama. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a futamot. És jövő héten találkozunk egy újabb PF1-jeles futammal. Pontosan nem tudom, hogy melyik futam lesz. Remélhetőleg ezúttal nem lesz probléma a közvetítéssel, és akkor élőben láthatjuk a srácokat, amint oda-vissza előzgetik egymást. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, további szép napot, viszontlátásra!